Igen, nem tetszett a vonalbírónak, őt elküldték, Flisszár érkezik, és Polcik ütött el a korongot, gyönyörű Dusek védés, és a kipattanóra már nincs ellenszer. Polcik szerzi meg a vendégek vezető találatát. Az Érsekújvári 91-es ért oda mindenkinél gyorsabban a koronghoz, és bár az első lövés az, illetve annak hárítása csodaszép volt Dusektől, kipattanóra már nem tudott reagálni, és a társakat is megelőzve Polcik megszerezte a vendégek vezető gólját. Popovics Patrik belenyúl a korongba, az így helyzet, de Szuharda mit mentett? Önzetlenül ment át Popovics ütőjéről a passz Hajós Rolandhoz, de belefeküdt még önfeláldozó módon Szuharda ebbe az átadásba. Most már pedig Weizmann, veszélyes, veszélyes! 2-0-ra vezetnek a vendégek, Családi a gólszerző. Perc van hátra a második harmadból, és fokozódik a feszültség, fokozódik a nyomás a hazai csapaton, ugyanis 2-0 arányban vezet az Érsekújvár. Pozdavek. Hátra teszi Kovalcsik, meglövi, átlépik a korongot a vendégek, és atyavilág! A mamut, az a fránya mamut nem tudott bezáródni. És a kapusra kipattanót még valahogy besodorták a vendégek. Hát, távolodik a finálé a Macik számára. 3-0 arányban vezet a vendégcsapat. És itt azt hiszem eldőlt. Középkezdés után rávezették a korongot Dusekre. Talán beadásra számított a fiatal kapuvédő. Talán egészen egyszerűen csak egy picit pontatlan volt a mozdulat. Minden esetre a vendégek 88-asa Mihály Siska belőtte a negyedik érsekújvári gólt, és ezzel azt hiszem eltölt a találkozó. Kapust cserélnek a jegesmedvék. Sarkot célozta, és még nem szabadul fel a Macik kapuja. És 5-0. Te jó ég. Gyenes sem tudta már zárni a mamutot. Érkezzen oda valaki, de ezúttal sajnos ott hamarabb érkezett egy vendégjátékos, egész pontosan Ruzicska, aki most már veszélyes helyzetben van, és új, de nagy gólt lő! Minden sikerül a vendégeknek, egészen egyszerűen minden sikerül a vendégeknek. Jegesmedve találatát, reméljük, hogy így lesz. Megindul most a akció, Jordan Knox így is van. Egy egészen pazar összjáték, fight és Knox. Hiba, amit vétett, és ebből sem lett semmi. Kipattant Gyenesről a korong, jön egy azonnali kontra, és nem tudott korrigálni már sem, senki előtte sem, ő maga. Egy picit saját magát hozta nehéz helyzetbe Gyenes kapus. Messze kipattant róla a korong, már ahhoz túl messze.